Hány zsolcus van itt összesen? Ez két különböző zsolcus, vagy ugyanazzal? Csak egy más fiókon regisztráltál be, vagy jelentkeztél be? Hogy növeld a nézőseregemet, de... Az így nem jó. Valódi nézők kellenek nékem. Esm Twitch. Hello. Üdvözlök mindenkit, aki megtisztelt. Jelenleg is. Eme játék végigjátszásánál. Kicsit visszaveszem a játék hangját, mert este próbáltam visszahallgatni az ágyban fekve, és túlságosan, amikor ilyen harci jelenetek vannak, akkor nagyon üvöltött a játék, úgyhogy most kicsit visszább lett véve. Remélem, így már jó lesz. Hát 14.000 az, 15.000 az rohadt drága. Én G2-n láttam valami 11.000-ért, de állítólag már 9.000 alatt is hozzá lehet jutni. Igen, Norbi is itt van. Hopka Play mondja, hogy unja ezt a játékot, nézne inkább valami... mit? FPS-t. A következő játék az olyasmi lesz. Nem lövöldözős, de mondjuk úgy, hogy csákányos. Mark Pilát egy is itt van, hello. Hát igen, az eredeti ára 25.000 volt. Nem tudom, egy fél évvel ezelőtt, amikor kijött az a játék. Nem is tudom, mikor jött ki, kb. Egy fél évvel ezelőtt. Kíváncsi vagyok már nagyon, hogy ilyen. Hát néztem róla egy-két ilyen videót, de csak úgy bele-bele. De arra kíváncsi lennék, hogy tényleg elindítom, és akkor alternatív életet élek benne. Aj, rohadna meg ez a sav. Mi lesz Minecraft? Márciusban. Ha kéred, mesélhetek róla. Nem kérem. Vannak dolgok, gyákák, amiket meg kell tapasztalni. Ahoy, Wendigo! Jaj! Blutty! Ez majd Morrowind, nekem megvan. Nekem megvan, és a játék elején benne van a te szinkronod. Hát igen, ahhoz csináltam szinkront. Van egy vicces szinkron, meg egy rendes szinkron. A vicces szinkronnak az az érdekessége, hogy azt a történetet én találtam ki. Tehát egy alternatív történetet találtam ki a Morrowind kezdéséhez. Hát persze egy nagy baromság. De összefüggő. És van egy normális szinkron, ami meg faszányos. Úgyhogy ja. A vicces van meg. Az a legjobb. Jó. Hát igen. Kicsit bekajáltam. Szóval igen. Ott hagytam a lábnyomomat azért már egy-két projektben. Tettem már le azért az asztalra egy-két dolgot. Spider-Man, most minden erről a Spider-Manről szólni, azt sem tudtam, hogy van ilyen játék most. De majd megnézem, hogy mit zabálnak ezen. Állítólag lenyomta még a Tomb Raider-t is. Ami azért nagy szó. Na, ezzel a teleporttal tudunk visszateleportálni az eredeti helyszínekre. Mert ugye egy hatalmas nagy vaskapuval le van zárva az átvezető rész, és gyakorlatilag gyors utazással azt úgy tudom, nem is lehet utazni. Tehát a két nagy terület között csak teleporttal lehet a hegyek között. Érdekes egyébként, hogy ez a Superman és a Batman téma, hogy nagyon sokáig Superman szerették az emberek, mert hát az legyőzhetetlen, ugye repülni tud, lézert lőni a szeméből, nagyon erős, nagyon gyors, minden átlát a falakon. A Batman meg igazából egy ember, aki így a sötét utcákon ilyen kosztümben ott ugrabugrál, tehát nekem mondjuk mindig Superman volt szimpatikusabb, de gondolom, hogy ez ízlés kérdése. De azon mondjuk nagyon hangosan röhögtem.
bár nem láttam a filmet, az a Batman vs. Superman, hogy hát Batmannek hogy a rákba lenne bármi esélye is Supermannel szemben. Hát maximum úgy, hogyha meglepi kriptonittal. De azt csak egyszer tudja megtenni. Meg különben is, hogyha én Superman lennék, akkor számolnék azzal, hogy valószínűleg kriptonit van Batmannél, hiszen az egyetlen esélye, és távolról lézerrel kilőném. Ez kész. Ez volt, én szeretek mindent logikusan átgondolni, és ezért nagyon sok film csalódást okoz. Akkor lesz, vagy majd később, mert szerintem nagyon jó játék. Most melyik játékról beszélünk? Ja igen, a szerepéről lemond a színész, igen. Echelon Booknak második része, azt nem fogom levideózni. Van a harmadik része is, ami úgy. Azért szeretem Batmant, mert Superman nekem már túl képregény, hát a Batman is az. Ja, a Batkütyük, hát igen. Lézert a pofiba. Azért olyan nehéz, van Batmobilja. Láttad az acélembert? Ha igen, milyen szerinted neked? Nekem? Az acélember? Az a több évvel, sok évvel ezelőtt kijött szar, fos film, amit néztem, és azt se tudtam, mi történik, szóval hogy nem értettem, egy büdös szót nem értettem belőle, pedig magyarul volt. Hogy itt ott van Easy Superman, és akkor jaj, Superman vagyok! Meg most jön valami meteor, vagy mit tudom én, mi a tökön volt az? És akkor, most kirepülök, nézzétek a csizmámat, vagy körülbelül valami ilyesmi maradt meg. Szar, fos film volt, de szerintem a Bosszúállók végtelen háború is az. De tudom, hogyha most ilyen Marvel rajongók vannak itt, akkor azok le fognak iratkozni tüstént. Én azon, nem is tudom, agyvérzést kaptam körülbelül 5 percenként. Ha rá gondolok, is agyvérzést kapok, úgyhogy most ne is beszéljünk róla, mert különben megszakad a stream. Oscar Hulk vs. Superman. Hát annak még lenne is valami értelme, de ott is Superman győzne, mert Superman elkapná Hulkot, beledobná a napba és kész. Nem? És komolyan. Supermant nagyon kevesen tudnák megfingatni. Morrowindről lesz-e végigjátszás? Hát végigjátszás nem hiszem, de gondolkodok rajta azon, hogy egy jobban összeszedett küldetés sorozatot elkészítek a Morrowind világában, a magyarítással, az eredeti grafikával mindenestül, mert kicsit bűnösnek érzem magam, hogy mióta kész a magyarítás, azóta nem foglalkoztam vele. Szóval, hogy szegény Vicknek kellett egy videót összesenyvednie a témában, fele más minőségben, nagy nehezen, mert hát ő nem foglalkozik ilyesmivel, videózással, és akkor, hogy hát én meg így kisújból kiráztam volna egy olyan videót, hogy még ötször jobbat, úgyhogy már fogok is most már ezzel egy kicsit foglalkozni, hogy csinálok egy jó ilyen videót, és akkor azt a Morrowindnek a letöltési oldalára akár be lehet tenni, hogy egy kis kert csinálom a magyarításhoz, vagy mit tudom én. Supermant legyőzte Doomsday. Ja, Doomsday-t nem ismerem. De gondolom, hogy valami nagyhatalmú szuperlény lehet. Kyle Berger vs. Superman. Kyle Berger wins. Superman mondjuk Darth Vader simán legyőzni, megfogja a torkát erővel és annyi. Hát jó. Nem kizárt. Hát jó, ja, ősküvölet játék is kéne, igen. Az is lesz majd. Jó kis Last Ninja. Jó. Jó, ja, Last Ninja 3. Lehet, hogy a Cyber Major-ról is fogok egy kis szösszenetet. Nem annyira jó játék ez a Cyber Mage, most ebben elmerültem apám tiszteletére. 23 évvel ezelőtt megvette nekem ezt a játékot, de egy 10 percnél többet nem játszottam vele akkor, mert nagyon bonyolult volt.
most már okos vagyok, meg intelligens, úgyhogy hát most már így nekiveselkedek, hogy már csak azért is. Hát nem is teljesen végig, de ameddig csak bírom, elviszem, hogy na. Nem volt hiába való. Dum egyet a népnek, meg Star Wars-t, mert nagy fanja vagyok. A Jedi Akadémiára gondoltam. Egyébként. Ha már a filmeknél vagyunk, akkor ajánlom neked a Donnie Darko-t. Pont két hete néztem meg. 2001-es film. Jó, igen. Első nézése eléggé nehezen érthető, mármint ugye a lényegét megérti az ember, azt hiszem, de szóval azt így többször meg kell nézni, hogy az ember úgy teljesen helyére rakja, hogy most mi is történt. Egyébként bevallom, miután megnéztem a filmet, nagyjából értettem, de egy ilyen külföldi elemzést olvastam róla, hogy ami így, hát Donnie Darko explained, tehát hogy elmondja, hogy tulajdonképpen mit láttunk, tehát akik ezt már milliószor megnézték, azok leszűrték a abszolút konzisztens konzekvenciát, hogy szokták mondani, és tehát az alapján állt össze igazából a teljes kép, hogy mit is láttam, és úgy már abszolút egy mesterműnek mondanám azt a filmet. Maradjunk annyiban, hogy azt mindenki egyedül nézze meg, és nagyon nagy odafigyeléssel. Tehát az úgy barátnővel, vagy családdal, vagy röhögcsélés közben, az biztos, hogy nem lesz jó, és itt szar se fogsz belőle érteni. De jó film, amúgy igen. Igen, Jedi Akadémia, az egy jó kis játék volt. Ja, Jedi Akadémia, hát jó, erre visszatérhetünk Grievous, mert sajnos utóbbi időben ezeket a referenciás végigjátszásokat hanyagolom. Hát, mert mondjuk olyan játékokkal játszok, amiről én magam sem tudok sokat. Hát például a Gothic is ott volt, elmondtam, amit tudok róla, utána néztem mindenhol, mindennek, hogy minél több infót találjak, de nem. Hát német oldalakon mondjuk nem néztem körül, mert ott inkább a németek között van nagy rajongótábora a Gothic 1-nek. Szóval a lényeg az, hogy volt kb. 4-5 érdekesség, azt így a első 2-3 részben elsütöttem, és annyi. Te most érted, a semmit nem tudom bevágni. De ebben akkor majd tudsz segíteni, hogyha arról van szó, hogy eljön az ideje a Jedi Akadémiának. Lego játék? Á, nem. Nem, a Legóval én valahogy úgy voltam mindig, hogy ezt a valóságban élveztem még ilyen 2-3 éves koromban. Azt hiszem, talán 4 éves voltam utoljára, amikor legóztam. Utána a Commodore 64 ez rám talált, és... Ezzel a mostani epizóddal egyébként az lesz a fő gond, hogy rohadtul nahamas. Mármint, hogy így gyakom a szörnyeket, átfésülöm a környékeket, kempelgetek. Mindegy. De ez a jó egyébként ebben, hogy így utólag kommentelem, mert akkor legalább most tudunk beszélgetni. Nem, olyan videójátékokban nem. Hát még volt ez a, nem is tudom, 2000 valamennyiben ez a... 2003-ban jött ki talán a Lego Star Wars, ami a baljós árnyaknak a Lego verziója volt. Annak a demójával játszottam másfél percet. Körülbelül mondtam, hogy ennyi elég volt. Annyira jó volt, jóból is megárt sok. Ja, legalább jót beszélgetünk. Nem néztem a Lego filmet, nem. Én a izé, volt az a film, mi az a Transformers. Na, hát én nagyon sokáig nem láttam azt a filmet. És... Hát én azt hittem, hogy az valami ilyen hiper sci-fi, ilyen 300 IQ alatt ne nagyon nézze meg senki típusú film. És amikor megláttam, akkor úristen, ez ilyen gyerekeknek készült dolog.
Amivel persze nincs semmi baj, hogy gyerekeknek készül, csak így egy világ omlott össze bennem. Jó, túl öreg vagyok én már ehhez. I'm getting too old for this shit. Nagyon jó lehetett akkor. Jó. Hát, a régi LEGO játékok még nem olyan fejlettek, de mondjuk a Harry Potteres meg a Lord of the Rings széria az már sokkal jobb volt, élvezhetőbb. Nem láttam még a Super Mario Bros. Című filmet, és állítólag jobb is, ha nem nézem meg. Valaki azt mondta nekem, hogy ne nézd meg. Viszont a Ready Player One-t Norbi ajánlásával megnéztem, és ez nagyon jó film. Tehát mondjuk egy olyan 86%-ot adok arra a filmre, és az már nagy szó. Főleg George Lucas rendezésében. Én nem különösebben kultiválom azt a rendezőt, hiába ő rendezte a Star Wars, meg ilyesmi. Nem tartom egy tehetséges rendezőnek, de ez egy jó film volt, ezt jól megcsinálta. Nem 10 pontos, de mondom egy 86%-ot adok rá. Ez jó volt. Na, jó volt. Ennyi. Hogyha kijön a Sirius Sam 4, akkor lesz róla. Ha még élek. Hát már mióta ígérgetik? 2011 óta készítik. Újra vetítik a macskafogó első részét. A mozikban? Mert hogyha moziban, akkor azt megnézem. Ugyanis azt hiszem, hogy még talán akkor nem is éltem, amikor az már elkészült az a film. Hát 86-ban születtem. Szerintem az olyan 80... már meg is nézem, hogy mikor készült. Azt mondja, hogy macskafogó... 86-ban... Egy idős vagyok a Macskafogó című filmmel. Wow, köszönöm szépen, hogy bekövettél. Október 2-án jelent meg Magyarországon. Én meg január 27-én születtem. Hát igen, akkor picivel idősebb vagyok, mint a film, de nem sokkal. Hát, hogyha azt vetítik majd a moziban, valahol plázában, vagy ilyesmi, akkor az tuti, hogy arra be fogok ülni. A Terminator 2-re is be akartam ülni, csak arról valahogy így lemaradtam. Azt is mondta, hogy ez hú, pedig ez ekkora élmény volt. Egyébként én a Matrixra is nagyon szívesen beülnék, mert azt se láttam moziban, azt is csak DVD-n. De az mekkora élmény lehetett. Hát meg nyilván a Star Wars, meg ezek. De én egy fűrészfilmre is beülnék, fűrész egyre. Szia, Spass! Na majd stream után egyébként leszek egy picit. Norbi, ezt neked is mondom, hogyha akarunk dumálni egy picit, akkor leszek. Bár nem vagyok csúcsformában most agyilag, nem tudom, hogy aludtam, de olyan tompa fejfájásom volt egész nap. Szóval nem az a fejfájás, amikor fáj a fejed, hanem ez, hogy a szemedet mozgatod, hogy bizonyos pozícióban, akkor ilyen bal felső homloklebe környéki kellemetlenség van. Szóval nem, az se fájdalom, csak inkább olyan, nem tudom, ez zavaró. Úgyhogy lehet, hogy aludnom kell majd egy jó, de egy picit majd omcsizhatunk. Na, miket írtok itt? Hú, már 15-en vagyunk, disznaja. Disznaja. Hú, hogyha nevetek, az is fáj. Jöprá. De jó lett volna, ha vetítették volna az Avatart 3D-be. Mármint 3D-ben. Én amikor így ismerkedtem a 3D-s filmekkel, kérlek alásan, nekem nem nagyon tetszik a 3D-s cucc. Nem, ez egyszerűen olyan zavaró, agyvelő zavaró. Lehet, hogy az még egy fejletlenebb verzió volt. Mi lett Szabjól, akivel csináltad a Sirius Sam 2 végjátszást, mármint hogy mi lett a barátságotokkal? Óvatosan megközelíted ezt a hatalmas teremtményt. A méretei szinte hihetetlenek, 9 láb magas, nagyjából annyinak satszolod,
különleges tetoválásai vannak a mellkasán és a karján. Mindjárt válaszolok. És nem hasonlít a többi óriáson lévő tetoválásokhoz, tehát egyedi. És egy nyakláncot is visel, ami csontokból és kagylókból van összeeszkábálva. Mély, dörmögő hangon beszél, amint megközelíted. Te, ember, miért jöttél ide a faluba? Az óriások szétzúzzák a betolakodókat. Habár úgy tűnik, hogy felkészülten fogadja az érkezésedet, egyáltalán nem érződik rajta félelem. Ezt meg tudom érteni. Óriásoknak a mészárosa vagyok. Készülj alára! Én a törzsfőnököt keresem, Omárt. Esetleg te lennél az? Felhúzza az egyik szemöldökét, és gyanakodva néz rám, rád. Igen, ez az én nevem. Mit akarsz, ember? Én Oscar vagyok, és Erubur küldött ide Shadowburgből, hogy a goblin kulcsot visszaszerezzem. Tudod, hogy miről beszélek? Omar vesz egy mély levegőt, és keresztezi a karjait, amelyek olyan vastagok, mint egy farönk. Igen, ember, tudok a kulcsról. Az óriások visszaszerezték a goblinoktól, amikor azok belopakodtak a táborba. Szétzúztuk őket, és megtaláltuk a kulcsot. Megtartjuk. Erubur barátja az óriásoknak. Mondta azt, hogy el fogsz jönni a kulcsért. Miért kell neked ez a kulcs? Mi a helyzet a goblinokkal? Hogy állsz az óriásokhoz, vagyis a goblinokhoz? Be fogok lépni a goblin citadellába, és elpusztítom Gramukot. A goblin uralomnak véget kell vetni. Hát nem uralom, hanem ilyen rajtaütésnek véget kell vetni. Omar mosolyog, és kitágulnak az orjukai, a seggyuka. Minden goblin ellensége az óriásoknak. Támogatjuk a küldetésedet. Neked adom a kulcsot, ahogy Erubur kérte. De először megteszel a szívességet az óriásoknak. Magasröptű intelligencia. Mutassad bátor barátságodat az óriásoknak, és akkor néked adjuk a kulcsot. És akkor segítünk neked a goblinok elleni harcban. Együtt elpusztítjuk a zöld fényeket. Milyen feladatot adsz nekem? Egyébként. Nagy óriás törzsfőnök, Taurus nevű, meggyilkoltatott sok évaddal ezelőtt. A Arcs Fatalisban ugyanez ezelőtt. A feladat van egyébként. Egy ember, aki Thorndike-nak hívtak, ölte meg. Majdnem ugyanez. Úgy levadászta őt, mintha csak állat lett volna. Thorndike nagyon gyűlöltetett az óriások körében, és úgy nevezzük őt, hogy óriás mészáros, óriás levágó. Ezeket a hangokat is ő adja ki, ezt szimulálom. A törzsfőnök fejét elvitte a vadász táborába északra innen, és trófeaként mutogatja. Most pedig az ő óriásnak a lelke nem tud nyugovóra térni, nem tud megnyugodni addig, amíg a koponyáját vissza nem hozza valaki. Visszahozott koponyáját, akkor segítünk néked. Mégis ez a lényege ennek a négy sornak itt. Megint összefoglalt, amit ő mondott. Omar köszöni. Amikor visszatérsz, akkor szétszúzzuk a goblinokkal. Na most az a helyzet, az a nagy bűzös helyzet, hogy már itt van.
Egy ezt oda is adjuk akkor neki szerintem. Visszahoztam neked ezt a koponyányi monyókat. Wowcs! 1000 tapasztalati pont. Ja, Omar elveszi tőled a koponyát, és feltartja 18 néző belenézve az üres szemgödrökbe egy pillanatra. Azután finom állatbőrbe tekeri bele, bugyolálja, és lehelyezi a földre. Belebugyolálja! Visszavisszük ezt a koponyát a testéhez, és akkor végre nyughat. Nyughat! Most a kulcs. Nyughas! 5000 experience points. Fú, level up. Nyughat! Omar mosolyog. Igen, Oscar. Most már a barátunk vagy, és segítünk neked. Egyébként az érdekes, hogy ugyanilyen koponyát kellett visszaszerezni az izében is a Arx Fatalisban. Ugyanez a szituáció állt fel. Majdnem. Ugyanez? Nem ugyanez, de majdnem. Beszarás. Na, azt mondja, hogy most az óriások még segíteni is fognak neked a goblinok ellen. Az egyetlen út a citadellában a front kapun keresztül van, de akkor a goblinok meg fognak téged támadni nagy számban. Az óriások akkor ott megjelennek és segítenek neked szétszúzni a goblin vonalat. De az óriások nem fognak téged a épület belsejébe követni. Túl kövérek. Mi túl nagyok vagyunk ahhoz. Most menj! Túl sok gép is. Az óriások fogják tudni, amikor eléred a citadellát. És akkor ott leszünk, mint barát. Király! Na, szóval Adrogrosszal mi lett? Hát semmi, ő éli az életét, nem videózik már. Nem nagyon beszélünk már. Azt mondja, hogy Predator című filmet megnéztem-e már? Nem, de a GameStar-os arcok eléggé lehúzták azt a filmet, hogy szar. De azért majd ezt belenézek. Azt mondja, hogy tudom, de szerintem Ray lehet, hogy ad neki egy mérgezett almát. Wendigo, az új rohamosztagosok meg narancssárgára festik a maszkok alsó részét, és eléneklik a DuckTales-t. A VR mozi jobb, mint a 3D, mondja Spesz. Hát mivel, hogy én VR-t még nem láttam, de majd, hogyha eljutok hozzád, akkor majd letámadom azt az eszközt. De amúgy el tudom képzelni. Szóval a 3D-t láttam, az nem nyűgözött le. Gondolom, hogy a VR jobb, úgyhogy majd azt majd kipróbálom, ha megengeded. Azt mondja, hogy igen, ki az erősebb, Freddy Krueger vagy Jason Voorhees? Hát szerintem Freddy, mert hát ő az álmoknak a birodalmába, hogyha valakit bevisz, akkor annyi. Akkor nincs kegyelem. Most a kíváncsiságból vajon mennyi esélyünk lenne óriásokkal szemben? Na nézzük. Hát ez nagyon jó volt, ne felejtsük el, Hux tábornok lesz Tapsi-Hapsi. Homer Simpson. Felhúzza a szemöldökét, mint a facecamja. Szia, Gameborgat is bácsi! Látom, megérkeztél te is. Üdvözlet! 300 tapasztalati pont, nem rossz. Hát jó, le tudnám őket gyűrni italokkal, de hát nyilván nem vagyok én ilyen galád gonosz. Na, azt mondja, hogy most olvasom vissza az üzeneteiteket. Ja, kétszer hallunk. Igen, hát igen, mert egyszer akkor veszem fel a hangot, amikor csinálom a videót. Most meg ugye utólag kommentelem, úgyhogy két példány van belőlem. Mert egy nem elég. Ja, saját magamon szoktam a legjobban röhögni, amúgy hát is. Ezért is van annyi tükör a lakásomban.
Na. 18 néző belenéz az üres szemgödrökbe. Így igaz. Bebugyolál. Igen, a Google fordítót azt le lehetne cserélni ilyen Oscar fordítóra, és akkor így Na. Hú, mennyit írtok? Hogy mi most még egyszer olvasom? Visszapörgette magát a chat. Hallod, Oszi, most láttam meg YouTube-on, hogy van a Doom 3, az egy Ark's End of Sun című mod, és rohadt jó. Ezt most azonnal felírom egy textbe, és akkor, hogyha véget ér a stream, akkor ezt meg fogom nézni. Igen, azt mondja, hogy megsúgom a filmben a Freddy vs. Jasonben Jason nyer. Láttam azt a filmet. Igen, ő nyert, de a végén, amikor ugye a fejét, mármint Jason Freddynek a fejét vitte ott abban a vízben, akkor Freddy pislantott egyet. Mármint nem úgy, hogy dobott egy pisi kockát, hanem ugye egyik személyét. Hát úgy, hát így szokták, hogy kacsint, igen, kacsintott egyet. Bizony. Szóval én azt úgy értelmeztem, hogy igazából ő nyert, csak elhiteti Jasonnel, hogy ő nyert, mármint hogy Jason, és akkor így igazából ő lesz a hátasa. Hát igen, igazából mind a kettő halhatatlan, szóval nem bírtak egymással. Na, végre elértem a végét. Összehúgyozta magát. Eper és Zoli ezt írta utoljára. Hú, hát most nem tudom, mi van, keddi nap, 16 néző. Hihetetlen. Valamiért ez a sivatagi hószálás, ez most nagyon jó. Valahogy nagyon tetszik. Hopp, most leugrott 14-re. Kellett nékem rászólni. Ja, meg lesz 10 feliratkozó gyákák. Akkor valami szuperszónikus dolog lesz. Arra gondoltam, hogy MK-zunk megint. És mit tudom én, egy 2,5 vagy 3 órás stream lesz akkor majd, hogyha meg lesz a 10 feliratkozó. Úgyhogy hajrá, hajrá, ez csak is rajtatok áll. Úgy vettem ki, hogy ez az Ark's End of Sun egy előzmény, hogy hogyan is lett lakhatatlan a felszín, és mocskos jó. Nem hiszem el, hogy mod. Na, hát ezt meg fogom nézni. Igen, tartalmas végkomment volt. Összeugyozta magát. Hát azért nem minden nap. Igen, Mort írt egy levelet a nővérének, vagy a húgának, Penelope-nak. Google fordítóba ezt is berakjuk. Igen. A karavánuk erre ment keresztül, de mivel le van zárva most az átvezető rész, azért itt rostokoltak éjszakára. És hát gyakorlatilag nagyon félnek, hogy probléma lesz, és hát jól is, gyakorlatilag pontosan ez történt. Megpusztultak. Valószínűleg vagy a goblinok tépték szét őket, vagy az óriások, vagy a tauraxok. Ezt a szöveget akartad lefordítani? Nesze! Lefordítom én neked! Megfogom elbunni ezt a Penelope-nak, ezt a galáciát. Akkor most egy küldetés ficcent be ide, úgyhogy már lassan üríteni kell a tárgylistát. Lassan ürítenem kell. Jaj! Megpusztultak. Ó, így bokán haraptál. Bejövök egy új területre és bokán harapsz. Most kell nekünk be kell egyszer locsolni. Huh? What? What are you talking about, boy? Ezt most nem igazán értem. Doom 3 Lost Missionnel játszottál? Igen, végigvittem. Meg azt a másikat is. Ja, piálni! Á, én nem iszok. Én soha nem iszok.
Dracula is ezt mondta. Én soha nem iszok. Ó, volt az a film, az a 95-ös Leslie Nielsen-es film, hogy Dracula halott és élvezi. Ez a címe annak a filmnek. Én retek szar, de abban hangzott el ez, hogy kérdezték Draculától, hogy egy korty bort iszik, és akkor erre azt mondta, hogy én soha nem iszom. Mivel állandóan részeg vagyok, nincs miért innom. Ú, retek szar film. Új, de szar film volt. Szóval tipikusan az a film olyan film, tipikusan szerintem, hogy papíron nagyon jól nézett ki, de amikor, nem tudom, a rendezővel lehetett valami gond, hogy nem ragadta meg igazán. Tehát olyan nagyon erőltetett volt az összes humor benne. Hosszú, hogy Rainbow Six Siege-ezni fogsz, tudom ám. Nem. Ja, Norbival találkoztam múltkoriban, és ő tanúsíthatja, hogy megkínált ő mindenféle itókával, de nem. Ilyen málna szörpöt ittam, vagy milyen fantamálnát. Eddie Murphynek is van egy drakulás szar filmje. Brooklyni vámpír, vagy mi a tosza címe. De biztos az is nagyon fasza lehet. Nekem is el kéne játszanom már egyszer a Drakulát, valami ilyen független filmes baromságban. Úgy így szándékosan ilyen gagyi. Ja, bodza, tényleg. Hát igen. A Norbinak kellett inni a helyettem is. Mi jó, hogy bírja apját. Na, azt mondja, hogy kint van a Captain Marvel első trailere. Én meg sokáig azt hittem, hogy ez a Captain Marvel, ez a Marvel kapitány, és akkor mondtam is, hogy hát így átoperáltatta magát nővé. Mert ugye a kapitány az egy hímnemű fószer volt, Amerika kapitány. De úgy látszik, hogy ez a Captain Marvel, ez valaki más. Nem vagyok tisztában ezekkel. Hát azaz, épp ezért lennék jó Dracula, már a gondolattól is röhögünk. Eljátszani az izé hullát, és akkor az ilyen vicsorogva, az a vicces fejjel, hogy fejjetek. Aztán megindítanék egy ilyen röhögést, egyből összefosná magát mindenki szerintem. Hát nem? Én ebben a mai világban simán ki tudnám nézni egy Marvel hősből, hogy átoperáltatja magát. Amilyen, na mindegy, adjuk, ez a mai világról megvan a véleményem. Jó, gyerekek! Csendes gameplay. Ahogy azt is mondta rá, afrikai vagyok, bam meg. Egyébként már 111 életerőpontom van. Meg 106 mana pontom, szóval most már azért ne nagyon köcsögöskedjen velem senki. Ja, tudni kell csendben osonni. Igen, az egy jó videó volt. Nem afrikai Wakanda forever. Hát ez van, gyerekek, szóval nem beszélünk itt mellé, pofozzuk ezeket a hurkatakony patkányokat, vagy hogy neveztük el a múltkor őket? Hurkatakony patkány! Oszi, emlékszel arra, mukor meg MK9 volt? Takony, hurka, kolbász.
Jó étvágy a gyerekek! A mai ebéd takony hurka kolbász! Taknyok. Milyen furcsa, hogy most már gyorsabban sötétedik. 7 óra sincs is, hát már sötétedik. Mert télen már 4 órakor sötét lesz. Én egyébként jobban szeretem a téli időt. Meg az ilyen hűvösebb napokat, meg a sötétebb napokat. Jobban szeretem. Hát már nyáron már a pöcsömről is folyt a víz. Nem tudtam egy jót aludni. Most meg olyan jókat alszok. Jó, mondjuk ez túlzás, de jobban, sokkal jobban alszok, kényelmesebben. Nem kell már naponta cserélni a ruhákat sem mindig. Mert hát amikor szétizzadja az ember, akkor azért kell. Úgyhogy... Jó, hogy már elmegy. Hát jó, még itt szeptemberben azért lesz egy-két ilyen... banánérlelő meleg. Ma se volt rossz idő. De... Mégis amondó vagyok. Úgy... Most ma azért jön a hideg. Tisza Dracula lehetne hetente. Nem hiszem el, már végre lenyugodtam Marvel ügyileg, megnéztem 5-ször a Végtelen háborút, és végigmentem az összes filmen egy hét alatt. Végre lehiggadtam. Erre ma landolt a Captain Marvel előzetes. Randos dolgok. Idén egyet-egy... Nem. Várja. Kétszer? Hát egyszer vagy kétszer voltam strandon. Max kétszer. Ákossal. Ja. Ez tartalmas kinyilatkoztatás volt a részemről. Igen, hát annyi. A jövő nyáron jó lenne kimenni Horvátba. Bele. Van egy-két ismerősöm, akivel lehet, hogy meg tudom tárgyalni. És akkor ilyen szűk körben kimegyünk, de hogyha addig úgy alakul, akkor lehet, hogy más barátokat is meghívok, hogyha anyagilag megengedhetik maguknak, akkor menjünk már ki. Jó lenne már tényleg egy hetet úgy eltölteni a tengerparton valahol, sütkérezve, hogy semmit nem csinálunk. Tehát se mobil, se internet, se videójáték, se film, se zene. Csak így ülünk, süttetjük a seggünket, meg a hátunkat, meg a hasunkat. Időnként úszkálunk a jó kis sós vízben, ahol úszni se kell, mert nem tudsz elmerülni. Koktélokat szopogatunk, meg szőkelányokat. És akkor egy hétig úgy, de jó. Emlékszem, amikor 2002-2003-ban voltam szülőkkel Horvátországban, és hazajöttünk, olyan kipihent voltam, mint még soha. És azt az érzést jó lenne visszahozni. Mert az a baj, amikor ugye itthon van az ember, akkor itt a számítógép, hát akkor bekapcsolom. Megnézem, hogy jött-e valami e-mail, vagy valami üzenet, akkor már hallgatok egy kis zenét, akkor belenézek egy ilyen filmbe, megnézem a híreket, stb. És már el is ment egy fél nap. Hát mondom, Dick, de már ez nem jó így. De hogyha itt van a gép, akkor nem tudom megállni azt, hogy ne számítózzak. Na, Norbi, megbeszéljük. Bendigo, te is gyere. Jó, hát úgyis fordítva is jó, Norbi. Jó. Jó, és tudom. Mert vannak egyébként ilyen utak, egész olcsón. Tehát nem tudom, hogy 30-40-ből meg lehet úszni, vagy még annyiból sem, 25 000-ből egy napos utat. Busszal, Horvátban, de hát mondom, hát annak semmi értelme. Mondta egyik ismerősöm, hogy van ilyen lehetőség. Hát
tudsz, mire lemész, meg beáztatod a lábad, meg már jöhetsz is vissza, jobban elfáradsz, mint hogyha el sem mentél volna. Tehát legalább egy hétre kell menni szerintem. Két hét az már lehet, hogy sok, de egy hét az úgy pont jó. Mert ugye, hát attól függ persze, hogy hogy megy az ember, mondjuk a busszal, hát az egy rohasztó hosszú út. De mondjuk busszal megyünk, kibírjuk valahogy, akkor ott még kb. Még egy nap, mire akklimatizálódunk. Tehát akkor mondjuk úgy, hogy egy olyan aktívan egy olyan 5-6 napot tudunk úgy ott tölteni, hogy na, már tényleg hozzászoktunk egy picit, meg izé, érted? Egy utolsó egy nap az meg már megint rohadt utazásról szól. Spesz, koktélokat szopogatunk, meg szőken őket, inkább ők. Érdekes izé is, Norbi is ezt írta. Mondom, úgy is jó. Nekem úgy is jó, csak valaki szopogasson. És a Ozi egyenlő Arisztotelész 2. Hát azért ne túlozzunk. Az uncsi még görögbe mentek. 6-an. És kb. Megúszták 100 kában. Na hát azért mondom, szóval most ez már igazából nem egy olyan nagy dolog külföldre menni. A Facebookon is látom a ilyen ismerőseimet, meg barátaimat, hogy állandóan valahol nyaralnak. Hát mondom, Dikke, most már én is akarok menni. Ez nem érdekes, inkább tapasztalat. Mármint micsoda? Ja. Jó, hát igen. De ez milyen gameplay ez? Szóval egy karakter így megy, és ilyen takony hurkakolbászokat gyilkol az erdőben, és közben még ilyen szőkenők szopogassatok kommentet lehet hallani a háttérben. Sok köze van a kettőnek egymáshoz, nem? De tényleg, ez marha jó. Így még egészen élvezem ezeket az utó kommenteket. Mert most mit mondanék, hogyha most tegyük, ha most venném fel, akkor hey, menjünk akkor itt az erdőben, itt fel, most balra kattintok, igen. Mert látjátok, hogy megy a karakter? Figyeljétek az animációt, lengetem ott a hatalmas nagy kalapácsot a kezemben, bizony. Jó. Ja, megbeszéltük, Norbi. Hallod, Oszi, ez az Arcs End of Sun annyira zseniális, hogy letöltöd moddb-ről, van egy exet elépítő, és felrakja, és kész. Nem is kell hozzá felrakni a Doom 3-at, csak az engine-t használták. Igen, mert a Doom 3-nak a forráskódja az ingyenessé vált. Ez azt hiszem 2010... Fú, nem akarok hülyeséget mondani, 2016-ban talán, vagy 5-ben. Valahogy, vagy lehet 14-ben. Igen, van egyébként egy másik mod, a The Dark Mod, az nem tudom, ismeritek-e. Az meg teljesen olyan, mint a Thief 1-2. És az is olyan, hogy csak letöltöd, felrakod és kész. Nem kell hozzá Doom 3, meg semmi. Van hozzá vagy 60 vagy 70 rajongói küldetés. Ugye fő történet, mármint úgy értem, hogy fő alapjáték az nem lett hozzá mellékelve, azt még nem készítettek hozzá, de rajongók azok már górcső alá vették, és hát rohadt jól néz ki, nagyon hangulatos, és hát egyre jobb. 2009-ben jött ki egyébként az eredeti mod. Ahhoz is gondoltam készíteni egy kiegészítő lemez, de hát az túl nagy falatnak bizonyult. Hogyha esetleg Spesz még hallgatod, akkor tud, hogy voltak ilyen terveim is. Na, azt tudod, tengerpart, meg stb. Freddy Krueger vagy Superman az erősebb? Hát... nem tudom. Szerintem Freddy. Mert hogyha Superman elalszik, akkor álmában varázslás jelleggel meg tudja ölni Supermant. Doom filmet láttad? A 2000-es, 2000-valahanyast? Amiben a The Rock mind szerepel? Mind olvashatatlanok. A Dwayne Johnson? Sós tengervíz és a levegő kikezdte az láttam. Írás rajtuk. Hát, hogyha valamelyik csinál valamit, végig kattintgat. A BFG is abban volt benne. BFG. Gun. Most nem akarom kimondani, mert akkor a Twitch az majd
pöcörön billent, hogy nem káromkodsz. Az N betűs szót sem szabad mondani. Én mondjuk, ha magyarul mondom azt, amit most Grievous 52 leírt, azért nem tudom, hogy a Twitch megszól-e. Szóval, hogyha magyarul káromkodhatok, ami kifér a számon, arra nem harap, csak az angol szavakra. A Twitch az nem, csak a jogászok. Ja, bejöttünk most ide. Ez meg egy ilyen... Mindjárt felolvasom, mi ez. Az előőr sötét és csendes. Az élet hiányát nagyon nyugtalanítónak találod. Még egy szöcske sincs a közelben, egy tücsök se, semmi. Semmi nem nő a falakon, teljesen kihalt minden. Ki van mindenki halva? Jó, hát nem azért, hogy most átmegyek káromkodóba, mert tudjátok, nem jellemző ez annyira rám, úgyhogy csak kérdeztem. Egyébként, jó, hát ha jelentenek, harap az mindenre. Léci, ne jelentsetek be! És Amika 13-nak nagyon élénk a fantáziája. Ha Superman találkozik Freddyvel élőben, akkor Superman a farkával szétcsapja Freddyt. Ennyi. Az a baj, hogy én ezt így el is képzelem, tehát így vizualizálom. Vizualizálom. Az a baj. Oké, és annyi. Szegény Grievous, ja, te is akkor így elképzeled a dolgokat. Dagadtomi hosting mi, köszönöm. Egyébként már nem sok van egyébként ebből a részből szerintem. Már több mint egy órája megy a live. 1:02. De végül is, hát akkor egy olyan 52 perce megy a videó. Én itt meg tudom nézni. Nektek nincs még ez így kiírva. Vagy valamit kitalálok ez ügyben, hogy fel legyen tüntetve, mert vagy nem nagyon szoktátok kérdezni, hogy mióta megy a live, mióta megy már. De csak más helyeken jellemző, úgy látszik. Fejezte be a streamet. Csak marad a téma. Hát, jó, ez van. Gondolkozok most azon, hogy veszek egy SD Winchestert, és Spesszel beszélgettünk erről tegnap, hogy jó lenne, mert az gyorsítaná a rendszert is, meg úgy a dolgokat. Hát most jelenleg a számítógépe, amikor bekapcsolom, akkor hát legalább egy 5-6 percig szenvedek, mire használhatóvá válik. Szóval nagy nehezen feltápászkodik,
akkor amikor már nagyjából betöltött minden programot, akkor kiszoktam jelentkezni Win7-ből. És akkor utána oké, visszajelentkezés, és akkor még betölti a maradékokat, amit már úgy nem bírt, vagy elfelejtett, vagy félig meddig töltött csak be. És akkor utána már jó. Utána már használható, és piszok gyors, tehát nincs vele gondom. Mert egy gondolom, hogy egy ilyen SD Winchester az meg így ennyi. Meg főleg a Prey miatt, ugye a Prey című játéknál ott egy ilyen töltőképernyő az van, hogy egy fél percig tölt. Tehát így, oké, és akkor na most egy fél percig itt, mit tudom én, számolom a pöttyöket a falon. De gondolom, hogy egy gyorsabb Winchesterrel az is fele annyira mondjuk le lehet. Hát gondolom persze a memóriától is függ, de mondjuk azt is kéne fejleszteni. Ez persze, igen, engedd el SSD. Mi? Uptime? Hm. Ez nekem írtad, Spesz? Azt mond, SD Vinyó Hauszi mondja. Valami rosszat mondtam? Hát ez az izé, memória alapú izé, mozgó alkatrészt nem tartalmazó reálmány, tudjátok. Van annak valami rendes neve is, csak SSD, na az. Az, SSD. Mindig az SD kártya jut eszembe. És onnan van ez így az elmémben. Na itt viszont érdekes dolgokkal fogunk találkozni. Három haramja. Három csempész. Füvet csempész. És falat csempész. Wah, 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 de jó volt. Most látom ki. Az áramlás a tenger felé sodorja ezt a kis csónakot, de most nem ez a legjobb idő, hogy csónakra szálljon. Hey, és divinyó. Ja, hogy 100 év múlva is ezt mondom, SD Vinyó. SD Vinyót kérek. Az mi? Ma minden felhő alapú. De én akkor is egy SD Vinyót kérek. SD, HD, UHD. Még megvan, hát igen, majd rájuk igyeztek a vasvillámba. Megvan még a robogó? Meg. A gép is a felhőbe lesz beletéve. Hát igen, mert streamelni fogják már mindent. Mindent. A gondolataimat is streamelni fogják már. Gondolkodnom sem kell majd a jövőben, de jó lesz. Már utáló gondolkodni. Unalmas. Reggel felkelek, és akkor egyből mit fogok most csinálni ma? Hát mondja meg nekem valaki. Nem akarom kitalálni. Azt mondja, hogy jól megy. Ja, nincs vele semmi gondom. Mondjuk valószínűleg el fogom adni, hogyha Pestre felköltözök, bár nem tudom. Lehet, hogy meg kéne tartanom, mert hogyha most ott, végülis, hogyha megtanulom, hogy mi hol van, akkor lehet, hogy robogóval hamarabb el tudok jutni, mint egy tömegközlekedésen, ott rohadt nagy távolságok vannak. Norbival pont múltkor ezt beszéltük, csak viszont robogóval meg baromi veszélyes. Na, még itt Nyíregyházán is alig merek már felülni robogóra, mert én minden szaros szabályt betartok, de ennek ellenére kivétel nélkül mindig akkor akartak elütni, amikor
én teljesen mindent betartottam. És hogyha ez így van, akkor buty. Ne add el, így van. Hát... nem is tudom, másfél éve. Vagy már két éve. Lehet már két éve. Hát olyan másfél. Mondjuk másfélnek. Ja, egyébként az a történet, az a kamionos dolog. Ott végül is igaza volt a kamionosnak. Csak... hogy mondjam, tehát az egy olyan szakasz, hogy ott igen, tehát jobb oldalon kellett volna mennem. De én azért mentem bal oldalon, vagyis hát ugye a belső sávban, mert igazából egy pár száz méterrel később már ugye le kell kanyarodni balra. Na most, hogyha én jobbról két sávot kell átsorolnom balra, az kurva veszélyes. Tehát az sokkal veszélyesebb, mint hogyha inkább a bal oldaliban tövig húzom. És végül is úgyis egy 50-re fel tudok gyorsulni, tehát igazából nem akadályozok senkit. Szóval én ezért voltam egy kicsit pipa, hogy én így is az életemet kockáztatom, és még le is dudál, még ha igaza is van. Jó, persze nyilván ő nem tudta, hogy le fogok fordulni balra, úgyhogy ezért sem kaptam fel különösebben a vizet, de hogy vannak ilyen megfontolások is. És erre nyilván nem gondol soha az, aki üvölt. Igen, hogy ilyen testpáncél. Nem, egyébként nekem egy olyan készülék kéne, egy antigravitációs seggpárna. Tehát egy, úgy képzelem, hogy egy baromi kényelmes kis szék, amit a hátamra fel tudok venni. És akkor ilyen nagyon-nagyon 200 évvel előrébb járunk már az időben, és akkor elfáradok, mit tudom én, séta közben a Mátra hegyekben, jót szeretek sétálni. Nagyon elfáradtam. Na, a seggem alá berakom, hátamról leveszem, megnyomok rajta egy pár gombot, és akkor hügyi! Fellibbenek. Szóval, hogy érted, és akkor antigravitációs, rohadt kényelmes. És akkor mit tudom, olyan sebességgel tudnék előre, hátra, jobbra, balra menni vele, mint hogyha a teljes erőből sprintelnék, tegyük fel a valóságban. És az mondjuk, hát ha nem is korlátlanul, amíg a nukleáris energia cella bírja benne, tehát mondjuk így 200 évig tudok sprintelni vele egy irányban, szóval értitek, egy kicsit ilyen falloutos termék lenne ez. De igen, tehát abszolút. Vannak ilyen furcsa gondolataim amúgy. Ja, segvéj. Eszvéj. Szóval már nem a tremmel fogunk utazni, hanem az eszvéjjel. Hát végülis már most is az eszvéj. Az emberek behelyezik a següket, és akkor úgy, na menjünk A pontból B pontba. De úgy szerintem hamarabb feltalálják a teleportációt, mint az antigravitációt. Nekem van egy ilyen érzésem. A gravitáció az egy olyan megfoghatatlan erő, és annyira őrült nagy, hogy még állítólag a dimenziókon is így átszivárog, úgyhogy azt nem hiszem, hogy azt egy hamar le fogjuk küzdeni. De hát persze, én csak egy ember vagyok. Ja, meg tudom számolni egy kezemben, hogy hányszor voltam Csernobilban, 14-szer. Ez jó. Ezt a részt, tömörnek tűnt. Kurva jó. Nem látsz semmi úton módot, hogy kinyissad. Nyitómechanizmust. Oszkár, melyik a kedvenc autód? Hát... nekem nagyon tetszett, volt egy Mitsubishi Coltunk, egy kék színű, automataváltós. Az nagyon jó kis kocsi volt, nekem azt ez kár, hogy eladtuk. Nem is volt vele semmi baj, nem is értem, miért adtuk azt el. De jó kis kocsi volt. Nekem, hogyha valaha lesz kocsim, az biztos, hogy automataváltós lesz. Én rohadtul nem szerettem váltogatni. Tehát úgy elveszi a figyelmemet a vezetésnek az élményéről, állandóan előre-hátra váltogatni, megállni. Jó, tudom, hogy egy idő után már automatikus, mert hát végül is letettem én is a vizsgát, tehát már azzal nem is nagyon foglalkoztam ott a vége felé, hogy most váltogatni kell, de akkor is ne kelljen váltogatni. De azt hiszem, hogy egyébként itt lesz vége ennek a epizódnak.
Na itt a vége, fuss el véle ennek a mai résznek. Átadom Oszkárnak a szót, hogy elköszönjék. Ja, csá. Az anyuka mondja a fiának, apukát Csernobilba dolgozott, a fiú lehajtja a fejét, és én is, a fiú lehajtja a másik fejét. Hogy hívják a csernobili nyuszit? Paksi füles. Dagadtomi azt mondja, hogy az ő kedvenc autója az egy, amelyiknek négy kereke van, és elviszi A pontból B pontba. Hát igen, az a lényeg. Sanyika most játssza a Need for Speed Most Wanted-et. Na, gyárkák, építsünk seggtaxit, következő részig építsétek meg nekem, és aztán hát holnap lesz ugye a következő epizód. Még nem vettem fel, úgyhogy vagy ma este fogom, vagy holnap délelőtt. Végül is az se egy olyan nagy izé, hogyha élőben nyomom. Tehát be van állítva úgy az izé a OBS, hogy tudom offline-ban is, meg online-ban is. Ugye offline-ban csak akkor, hogyha fel van véve előre a videó. Na jó, szóval akkor köszönjük, köszönöm szépen. Sziasztok!